Már csak egy napra ugrott fel Szegedről, és nem volt ideje meglátogatni a mamát, de kész csokját küldi. Azt mondta, hogy a mama 100 évig fog élni. Hát ne búsuljon, lesz még ideig találkozni. Tolnán már hagyomány, hogy október 23-án a helyi Szent István Gimnázium diákjai műsorral készülnek. Idén Déri Tibor Két asszony című novellájának színpadi átdolgozását mutatták be, így felhívva a nézők figyelmét a nők szerepére a harcok idején. Büszkén és félelem nélkül mondhatjuk ki, mi magyarok 1956. október 23-án a szabadságunkért vonultunk az utcára, és a frissen visszaszerzett szabadság volt az, aminek védelmében fegyvert ragadtunk. Ma már büszkén és félelem nélkül mondhatjuk ki a megszálló idegen szovjet hadsereggel és csatlósaikkal szemben, az életüket feláldozni is kész pestisrácok valódi hősök voltak, akik előtt fejet hajtani az utódok kötelessége. És ma már büszkén és félelem nélkül kimondhatjuk azt is, hogy az önfeláldozásuk, bár a küzdelmüket vérbe folytották, nem volt hiába való, hiszen a mi szabadságunk a kommunista diktatúra megbuktatásával kezdődött, és a Szovjetunió által irányított totalitárius rendszer éppen 1956-ban szenvedte el az első nagy és kiheverhetetlennek bizonyult csapást, amely végül az összeomlásához vezetett. Tudjuk, hogy nem mindig volt ez így. Nem mindig mondhattuk ki büszkén és félelem nélkül ezeket a szavakat, gondolatokat. A Peszofer Ágnes a város polgármestere beszédében Nagy Imre és mártírtársai, valamint a forradalom névtelen hősei mellett a harcok idején az ENSZ-ben a magyar üggyel foglalkozó, valószínűleg ezért meggyilkolt egykori dán diplomatáról is megemlékezett. Egy évfordulóra is emlékezünk, hiszen 30 évvel ezelőtt volt Nagy Imre és mártírtársai újra temetése. Igen, 3 évtizede már annak, hogy a nemzet megadta a végtisztességet a kommunista hatalom által méltatlanul és könyörtelen módon kivégzett magyar szabadságharcosoknak. 30 éve tudjuk, hogy a mártírokat az új köztemető 301-es parcellájában jeltelen sírba álnév alatt temették el, holttestüket a föld felé fordították, szöges dróttal összekötözték, kátránypapírba csavarták. A könyörtelen gyilkossághoz bestiális temetés dukált. Idén egy máig tisztázatlan esemény 60. évfordulója is van, amely arra figyelmeztet bennünket, hogy a valóság olykor a legszínesebb és egyben a legvadabb elképzeléseiket is felülmúlja. Egy olyan gyilkosságé, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc messze nyúló hatásait bizonyítja. Az igazság mellett felsorakozók elkötelezettségét, és az ellene szerveződő erők kérlelhetetlenségét. Tisztelt ünneplő közösség! 1959. novemberében egy New Yorki parkban halva találták Powell Bank Jensen Dam diplomatát. Bár az FBI öngyilkosságot állapított meg, a jobb halántékon talált lőtsebet alig okozhatta magának az egyébként balkezes diplomata. Ő volt a magyar ügy mozgató ereje, adminisztrátora, lelke az ENSZ-ben. Az első perctől kezdve ezt az ügyet úgy tekintette, mintha a saját hazáját érte volna az agresszió. Magyar hősökkel együtt emlékezünk kegyelettel rá, a dánra is. Hiszen 1956 forradalmának és szabadságharcának e különös epizódja, ez a valóban politikai krimibe illő történet bizonyítéka. Bizonyíték arra, hogy a magyar nemzet őszinte, tiszta és szabadságvágyó lelke követőkre, támogatókra lehet a nagyvilágban. Bizonyíték és biztatás arra, hogy a jó ügyek mindig megtalálják a maguk embereit. Tisztelet a hősöknek, tisztelet a magyar szabadság és függetlenség védelmezőinek. Tolnán az október 23-ai megemlékezés a Hősök terén található szobor megkoszorúzásával ért véget.